De jó ezt kimondani. Négy forduló elteltével a Peac Pécs az egyetlen veretlen csapat a bajnokságban. Bár szerda este 10 ponttal legyőztük a Pink Pécsi 4-24-et is, azonban Zele Dorina, Egles Iksniute és Boris Majkovics vezetőedzők is egyetértett abban, hogy az első fél idő azért nem volt az igazi. Nagyon izgultunk, az Erek megyei rangadóról volt szó, de azt gondolom, hogy a végére azért ezt így megmutattuk, hogy van karakterünk és tudunk jól játszani. In the first half we came a bit... Az első fél időben nem koncentráltunk eléggé, nem csináltuk meg azokat a dolgokat, amiket megbeszéltünk. A szünetben aztán újra átvettük, hogy miben kell javulnunk, és a második fél időben már sokkal jobban játszottunk. Jobban koncentráltunk, hogy ez is volt a kérés a fél időben az öltözőben, hogy egy picit próbáljunk meg jobban koncentrálni, és ez az, ami sikerült, és megcsináltuk. Szerintem jó felkészülünk meccsre, erre felkészülése persze másodedző sokat dolgozta, muszáj mondani, hogy scouting profi módon volt felkészülve, lányok, csak kell jobban figyelni és jobban koncentrálni, amit mi kírunk. Első fél időben volt kicsit gyengebb, de második fél időben minden jön a helyre, jobban kezdünk védeni, és akkor jobb idekezből jön is jó támadás. A lányok továbbra is heti kétszer lépnek pályára, szombaton a két győzelemmel kezdő Vasas lesz az ellenfél. Nem sok időnk van pihenni, de azért megpróbálunk, és készülünk a következő. Hát azért ugye a Pinket megverte a Vasas, nem lesz könnyű dolgunk, én azt gondolom. Igen, egy picit fáradtak vagyunk. Ugyanakkor nagyon jó edzéstervünk van. A mérkőzések után pihenőt kapunk, vagy könnyített edzésmunkát végzünk, hogy regenerálódhassunk. Úgy gondolom, hogy elég frissek tudunk maradni. Nem lesz könnyű, muszájunk ez a két nap alatt kicsit frissíteni csapot, és akkor ott megint kőkeményen játszani, mert minden meccs lesz ilyen. Nem lesz könnyű mérkőzés ezen a bajnokságban, mert bajnokság egyenlített, és minden meccsre kell nagyon-nagyon harcolni, hogy nyerünk. Egle szerint csak úgy, mint korábban, a szerda esti győzelemhez is nagyon fontos segítséget kapott a csapat. Te jó ég, imádom a szurkolóinkat. Elképesztőek. Soha nem játszottam még ekkora tábor előtt. Úgy érzem magam előttük, mintha hatan lennénk a pályán. Nagyon örülök a támogatásuknak.